itt Rozi, a kecskédi foci csapat kabala állata, aki egész nap így szurkolt a piros-kék csapatnak, vagyis csapatoknak, hiszen igazi futballünnep volt Kecskéden. A kecskédi KSK 75. születésnapját ünnepelt egy különleges, egésznapos rendezvénysorozattal. A megyei első osztályban szereplő hazaiak a jeles évfordulóra nem akármilyen programokkal készültek, egyaránt megszólítva a gyerekeket és a felnőtteket. Az óriás csúszda és ugrálóvár mellett természetesen a foci volt a főszerep, aki éppen nem a pályán, a pálya mellett rúgta a bőrt. No és szurkolókból sem volt hiány, no és legendákból sem. A Kiprich Plotár Vince mesterhármas is a helyszínen szurkolt, és még a kecskédi foci csapat öltözője is bővült. Ma, hála Istennek, szerencsések vagyunk, több mindent tudunk együtt ünnepelni. 75 éves a klub, és ezen alkalomból átadtuk a öltözőnek a bővítését, mely egyrészt szükséges volt, hogy az előírásoknak megfeleljünk, másrészt meg büszkén mondhatom el, hogy 12 csapatot versenyeztetünk 10 korosztályban, úgyhogy kinőttük a jelenlegi kereteket, és akkor a mai nappal a Paksárt is vette, vendégeknek adtuk át ezt a lehetőséget, hogy elsőként élvezik az új öltözőnek a szépségét és komfortját. Azért nagyon kevesen léphetünk, vagy léphettek eddig be az öltözőbe. Mi az, amiben most bővült? Egy 64 négyzetméteres épületszárnyal, ami vizesbokot tartalmaz magában, és egy öltöző helyiséget tartalmaz magával, illetve egy teraszbővítés is egyben megtörtént, ami azt a célt szolgálja, hogy a falu számára közösségi programokat tudjunk itt, rendezvényeket megtartani. Hogyan és miképp tudott megvalósulni ez az öltöző bővítés? 70%-os mértékben tauforrásban, ezen kívül egy líder pályázatból, továbbá önkormányzat önerő és saját önerőből, tehát úgymond 4 forrás összetevőből áll össze ez a fejlesztés és sok-sok társadalmi munka, hisz a klubunk szlogene is az, hogy az összefogásban a klubunk ereje, és hála Istennek több tucatnyi ember segítette ezt az építkezést. Többször jártunk már itt nálatok mérkőzésen, nem csak Magyar Kupa meccsen, mert ugye volt szerencse Magyar Kupa mérkőzés is játszani tavaly. Mindig hangos a B-szektor. Hát igen, büszkék vagyunk, sokan szeretik a faluban a focit. Mint mondtam, hogy sok csapatunk is van, közel 200 igazolt játékosunk van, és hát köszönjük a Paksnak egyébként, hogy a invitálásunkat elfogadta, és eljöttek erre a szép ünnepségre, és emelték ezzel az eseménynek a rangját, és itt külön köszönetet szeretnék mondani Vince Pilunak, aki ebben hatékonyan közreműködött, ugyanis azon túl, hogy elmondtam, hogy 75 évesek vagyunk, átadjuk az új öltözőnket, őket is tiszteletbeli vendégként köszönhettük, ők végezték el a kezdőrugást, a Kiprich Plotár Vince legendás csatártrió, és a gyermekeik pedig a csapatunkban jelenleg is rúgják a bőrt, remélem, hogy most egy szögletet követően esetleg valamelyikükbe is fog találni. Igen, mert itt van a Mester 3-as, azért sokan azt hiszem, hogy gyermekkori emlékünk, élményünk is van velük kapcsolatosan, illetve hát attól függetlenül, hogy a legendák, hogy említetted is. Viszont hogyan vetted észre, hogy a fiatalok mennyire járnak egyébként ez, és mennyire érdeklődnek a foci iránt? Ez nehéz kérdés. Faluba ugye nincs más lehetőség így a versenyszerű sportra a focin kívül. Arányaiban azt gondolom, hogy nagyon sok gyerek focizik, és ebben szerencsések vagyunk. A többi településhez képest én úgy látom, hogy arányaiban többen fociznak. Viszont el kell, hogy mondjam, hogy itt is érezhető az, hogy különösen a Covid helyzet után azért másfelé is fordultak el gyerekek, de ennek ellenére még hála Istennek vannak bőven. És hát láthattuk itt, ahogy érkeztünk, Rozit is, de látunk még egy kabala, helyi kabala állatot, ő kicsoda? Hát a Rozi az egy kb. 8 éve lett az egyesületnek a kabala kecskéje, szép ruhát varrattunk neki, és az ilyen nagyobb eseményekre, mint például a mai, büszkén hozzuk ki, és a gyerekek élményszámba simogatják, és azt gondolom, hogy maga a kecske is jól érzi magát. És láthatunk még egy kis kecskét is, illetve még egy ugrálóvárat, tehát azért a gyermekek is, akiket esetleg nem kötne le a foci, kitűnően érezhetik magukat ma. Alapvető célja a vezetőségnek, hogy egy egyszerű futballmérkőzés az ne csak a futballról szóljon, hanem legyen egy olyan családi esemény, ahol a feleségek, mamák, papák jöjjenek ki, gyerekek tudjanak játszani, és ne csak a meccs elején és végén legyenek itt, hanem akár utána egy-két órával fogyasszanak egy üdítőt, egy sört, legyenek társadalmi lehetőségek a beszélgetésre, és érezze mindenki jó magát, kicsiktől nagyokig bezárul a mindenki. Említetted, hogy köszönöm, hogy elfogadta a Paksa a meghívást, hogy rájuk esett a választás. Igen, ez is egy ilyen elnökségi ülésen dőlt a kérdés, ami
tulajdonképpen az volt, hogy kerestünk egy olyan csapatot, abban egyetértés volt, hogy egy nagy csapatot szeretnénk, egy NB1-es csapatot, és a Paks mindenki számára szimpatikus, nagyon sok gólt rúgnak, erős támadójátékuk van, és szintiszta magyar játékosok alkotják a keretet, úgyhogy gyorsan eldőlt a kérdés, és szerencsére találtunk ugye egy köteléket is Vince Pilu személyében, így gyorsan összejött ez a találkozó. A labdarúgás szerelmesei már délelőtt nagy izgalommal várták az első mérkőzést, hiszen nem akármilyen csapatot láthattak a Kecskédi sportpályán. A szervezők megkeresésére az NB1-ben szereplő, az idei szezon 6. helyén végző Paksi FC fogadta el örömmel a meghívást. A magyar összetételű tolnai együttest ezúttal már Voltner Róbert irányította. A gála mérkőzést 12-0-ra nyerték a vendégek, de természetesen ezen az összecsapáson nem az eredmény számított. Ez volt a cél, hogy most itt megszorongassuk a Paksot, tudtuk mi a realitás. Itt az volt a lényeg, hogy egy igazi foci ünnep legyen, és a falu összes korosztálya pályára lépjen, élvezze a napot, hiszen 75 éves a egyesületünk. És ennek tiszteletére úgy gondolom, hogy ez egy fénypont volt, ez, hogy a Paksa elfogadta a meccset, és játszottak velünk egy jó. Úgyhogy a Paksa esett a választás, azért mondjuk szintiszta a magyarokból álló csapatról beszélünk, ami azt gondolom, hogy kiemelkedő. Hát igen, szerintem az egyik legszebb, legélvezetőbb focit a magyar mező, mert most a Paksa játsza, nem véletlenül ők rúgták legtöbb gólt a bajnokságban is, nyíltan játszanak, bátran neki mennek mindenkinek is nagyon. Tehát ezt nézzük is, ezért mennek ki a stadionba, szeretik ezt a játékot, és nekünk is nagyon szimpatikus a Paksi csapat, és örülünk, hogy elfogadtak a meghívásunkat. Ilyenkor egyébként nem tudom, hogy beszélgettek-e itt a srácokkal, hogy milyen érzés, élmény nekik pályára lépni, mondjuk egy Paks ellen. Hát a nagy élmény, mindenki pályára szeretett volna lépni. Ugye néhány sérülten is léptek pályára, azért, hogy legalább egy pár percet a pályán töltessenek, hát nem véletlen. Talán 25 játékosunk is pályára lépett ma, tehát sokat bevetettünk, és azt gondolom, mindenkinek egy örök élménye lesz. És örök élmény az is, hogy az öltöző bővült. Mennyire volt szüksége erre a kecskédieknek? Hát ez már régi tervünk volt, mert két kisebb öltözőnk van, és hát nem nagyon fértünk el. És így ezzel megoldódott. Ez már régi tervünk volt, meg hát ugye rengeteg munka van, meg áldozatvállalása egyesület részéről, és nagy örömünkre most idén elkészült. Nem ér véget egyébként a futballünnep, hiszen azért még az estét, vagy hát a délután majd zárja az öreg fiúk mérkőzés a Somló ellen. Hát így van, és előtte ugye jönnek a kicsik, reményteljes fiataljaink, ugye az U7-től U13-ig minden korosztálynak tornát szervezünk, és valóban után pedig a két sváb csapat vívja presztízs meccsét, ugye a Kecskédi érte Somló öreg fiúk mérkőzésen. A kecskédi labdarúgó csapat mintegy két évtizede a megyei első osztályban szerepel. 2013-ban és 2015-ben is bajnoki címet nyert. 2020. szeptember 19-én a Magyar Kupa országos főtábláján az NB1-es, akkor még Subka Attila által irányított Kisvárdával mérkőzhetett meg. Ugyan a piros-fehérek akkor 10-0-ra győztek, így a kecskédiek nem jutottak túl az első fordulón. A hazai szurkolók akkor is és most is ugyanúgy éltették csapatukat, és sportszerűen gratuláltak, sok sikert kívánva ellenfelüknek. Az idei szezon május végén fejeződött be Linzmaier László együttesének, a Felsőház 6. helyén végeztek, miután a TAC hazai pályán győzött 3-2-re. A Kecskédnek 10 korosztályban mintegy 150 igazolt játékosa van, és arra is van esély, hogy a későbbiekben a hölgyeknek is szurkolhatnak. Az idényt a férfi U16-os csapat a 3. helyen zárta a bajnokságban. Ha őket nem is, az U7-es, U9-es, U11-es és U13-as korosztályos focisták tornáit láthatta szombaton a közönség. A programsorozat végén az öreg fiúk is összecsaptak egymással, de természetesen egy barátságos mérkőzésen. A Kecskédhez a Vértes Somló csapata látogatott. A kiélezett küzdelemben végül a hazaiak 2-0-ra diadalmaskodtak, akik az idei szezonban a 2. helyen végeztek a tabellán. Két település közti régi évtizedekre visszamenő jó barátság jegyében született, és a helyi sportegyesület 75 éves jubileuma alkalmából lettünk tiszteletbeli vendégek meghívva, úgyhogy tisztelettel is viseltettünk, mert hagytunk két gólt rúgni az ellenfélnek, úgy gondolom, hogy ez nemes hozzáállás volt részünkről, nem azért, mintha nem próbáltunk volna meg mi is szerezni, de hát most így sikerült. Hogyan állt össze a somlói csapat? Öreg fiúk tekintetében nagyon régi kollektíva, évtizedekig
együtt voltunk és együtt vagyunk jelenleg is, úgy a települési rendezvényeken, még azelőtt a sportéletben, hiszen már a 80-as években így együtt kezdte ez a társaság a futballt még a Tatai járásba, és a Tatai járásból fölkerülvén a Megye 2-be, most pedig jelenleg a Megye 1-be, de hát mint minden sport komoly barátságok köttetnek, és ezeket ugye ápolni kell, és tradícióként megtartani, úgyhogy kicsit szuszogok még, mert ezért a pályán azért mi kisebben focizunk manapság, de jól esett, úgyhogy nagy vendégszeretettel fogadtak bennünket, azt hiszem, és ez öröm. Igen, és hát polgármester urat azt hiszem, hogy nem is láttuk még focimeccben, bár aki esetleg már járt az ön irodájában, láthatta, hogy egy-egy somlói szurkoló is áll azért került fel. Igen, a valaha volt legerősebb csapatnak a fotója van fönt az irodában valóban, akkor a megye első osztályban az 5. helyen végeztünk. Ez a 2000-es évek elején volt, most meginformálódik egy utánpótlás, korosztályos csapataink szép eredményeket érnek el, és volt, amelyik bajnoki aranyat, két másik csapat dobogón végzett, és hát ez a saját erőnek, a saját nevelésnek a biztosíték abból a szempontból, hogy későbbiekben a kollektíva a településért és egymásért tud futballozni és sportolni, és a közösségi szellemet ápolni. Mindenki előre! A futballünnepet közös nosztalgiázással és retrobulival zárták a helyiek és a vendégek.